Sziasztok! Tegnap kaptam egy zseniális kérdést a sikerszokásokkal kapcsolatban. Arról szólt a kérdés, hogy mi van azokkal a szokásokkal, amiket nem mindennapos, abszolút rutinszerűvé, ilyen fogmosásszerűvé szeretnénk beépíteni a mindennapjainkba, hanem mondjuk, konkrétan egyébként ez volt a kérdés, hogy hetente, háromszor vagy négyszer, ha el akarsz menni futni, edzeni, tornázni, bármi hasonlót, ez a heti akárhányszor, hogy ezt akkor hogyan lehet beépíteni úgy, hogy ne a kedvünkre hagyatkozzunk, hogy ne a véletlenre bízzuk, hogy ne legyen úgy, hogy hát most elmarad, és aztán meg már nem fér bele. Nem biztos, hogy az én válaszom a tökéletes, de nagyon jót beszélgettünk utána arról, Ibolyával, és a csapat többi tagjával, akik ott voltak, hogy én azt úgy csinálom ilyenkor, hogy beteszem a naptárba, vagy előre megnézem a hetet. Figyú, háziasszony vagyok. Például azt is el tudom mondani, hogy mondjuk hetente egyszer nálam pénteken van a takarítás nap. És ugyanilyen az is, amikor valami hetente ismétlődik, vagy havonta ismétlődik, akkor van annak egy napja. És akkor azt szokjuk meg, hogy azon a napon azt szoktuk csinálni. Például, ha munkahelyre jársz, akkor se kevered össze, hogy jaj, most akkor szombat van, vagy hétfő van, hogy kell menni munkába, vagy nem kell menni munkába. Tehát nem olyan bonyolult, ez nem kell ezt szerintem túl misztifikálni. A lényeg az, hogy legyen benne egy olyan rendszer, amihez ragaszkodni tudsz, ami nem véletlenszerű, ami nem ahogy esik úgy puffan, ami nem arról szól, hogy na majd meglátjuk, meg remélem, hogy összejön, hanem hogy vetkezed be az életedet, vetkezed be az irányítást, de tudjad, hogy mit akarsz, hogy ezt mikor akarod, hogy akarod-e, hogyha felül kell írni valami miatt, akkor elhalasztod, máskorra teszed, vagy mondjuk azt mondod, hogy hát most akkor inkább nem csinálom, mert például nálam is van olyan, hogy két hét múlva, amikor külföldre utazunk, és nem leszünk itthon csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, akkor a pénteki takarítást meg ki fogom gondolni, hogy én azt akarom egy másik nap megcsinálni, vagy úgyse vagyunk itthon, és akkor meg tök mindegy. De biztos, hogy ezzel tudtok azonosulni, és hasonló dolgokat a saját életetekben megláttatok már, teszitek. Kapaszkodjatok egy olyan már bevált módszerbe, amihez ti hasonlítani tudjátok azt a plusz szokás kialakítást, amire szükségetek van. Ez most lehet, hogy bonyolult volt, de remélem nem, hanem sikerült kifejezni magam. Hát azt akarom elmondani, hogy most is vannak az életetekben olyan dolgok, ami nem mindennapos, de rendszeres. És ahogyan azt sikerült beépíteni az életetekbe, gyakorlással, ismétléssel, tudatossággal, ugyanúgy bármilyen új olyan szokást, ami nem feltétlen mindennapos, vagy a nap egy adott pontjához kapcsolódik, nem rutinszerű, nem gondolkodás nélkül van, az is menni fog. Remélem, hogy tudtam segíteni, hogyha hasonló kérdéseitek vannak. Én nagyon-nagyon élvezem ezeket a csapat összejöveteleket, amikor bárkinek a kérdése alapján át tudjuk beszélni azt, hogy hogyan valósítunk meg új dolgokat az életünkbe, hogyan hozunk be új szokásokat, vagy hogyan gyűrünk le olyan félelmeinket, kihívásainkat, amiket szeretnénk legyűrni egy jobb élet érdekében. Mindenkinek szép napot, szép hétvégét, érezzétek jól magatokat!